Mi van, te gyerek? Mi? Na, majd nézem már, mert nem lesz ma semmit. Talán eláll az eső, azt akkor lehet majd valamit. Na, mi van, lefagytunk? Néha, mi ez a sípolás? Tehát lesz valami, hogy is hívják. Kár, hogy nincs internet kapcsolat, nem? Milyen jó lenne internetezni minket csak? Engem nem érdekel az internet, megmondom neked őszintén. Nincs ott már semmi. Hát azért csak van, hogy ez nincs semmi. Jó pályá, ez nincs semmi. Megnézem az új pályát. Megosztott dokumentumok. Heroes 4. Meséld már, te mit tudsz a Heroes 4-ről? Hát nem tudom, mi az. Az jó sok. Ilyen vizsgakérdést kapnék, akkor azt hiszem, hogy lefagynék. Na, ott nagy vizsgakérdés. Hát akinek nem ismeri, annak nagy. Na nézzük, fél 3-3. Ja igen, mert elmentem a normál. Ó, fel ki a szöget, azt tudjuk. Elmondom mindenkinek, hogy amikor kezdtük annak idején az Emilia Nighthaven-es küldetést, az egyet nem tudtuk felolvasni, nem volt a lókocsi, de ezóta se került rá sor. És tulajdonképpen visszamegyek. Na ez az a pálya, amit ez a harmadik választási lehet. Ezt itt nézzük, miért meg. Az emberi történelem tudósa vagyok. Megéltem az elmúlt évezred számos eseményét. Mivel az emberek oly rövid ideig élnek, az a végzetük, hogy állandóan megismétlik korábban elkövetett hibáikat. De egyetlen más fajban sem született még annyi hatalmas változást okozó személy, mint az emberek között. Olyan személy, aki akaratával és erejével képes átalakítani a világot. Emilia Nighthaven ilyen ember. Ez a Válaszúton nevű pálya volt, a következőket mondom el most itt róla. Hölgyet! Emiliába gyüvegfúgú gyermekéből előbb egy korosodó boszorkány tanonca, majd a nagy árkána királynője lesz. De a halhatatlan király szemet vett trónjára, és Jean szolgája a vonakodó szolmi segítségével előhozakodik egy borzalmasan rémisztő tervével, hogy az egész világot rendet teremtsen, hűetés. Emilia nem várvezetője lesz, menekültek egy csoportjának, akik megtagadják, hogy elfúsanak otthonaikból csak azért, mert néhány hadúr fenyegeti a környéket. Mindannyian kétségbe esetten harcolnak a káosz ellen, amely úgy tűnik, ezen az új földön uralkodik, hogy létrehozhassanak egy helyet, ahol gyermekeik és gyermekeik gyermekei mindörökké biztonságban élhetnek. Ez az álmuk. Részletek. Győzelmi fejtelek. Saját vers csak a játékosnak van. Veszes fejtel, esélyt szerintem Nighthaven-nak, csak Emiliát nevezik az első pályán még. Térképnél is a középfokú játék. De gyakorlatilag ilyen, hogy van fél kezdő, ezen bittük emlékeztek. Mi félek vele, negyikén fél még tapasztalt, bajnok. Átvitel, Emilia Nighthaven és minden varázsigéje tapasztalata és képessége átkerül a következő térképre, minden hősöt maximális szintjéről szint lehet. Itt volt maga a pálya. És akkor ez a dumma, amit nem tudtam felolvasni, bent be kocsiba emlékeztek és pont arra nézett. A leszámolás követően nehéz élet várt rám ezen az új földön. Még csak gyermek voltam, és nem volt családom, aki gondomat viselje. Egy korosodó boszorkány jó indulata nélkül alig ha maradok életben. Sifina óvott engem, olyan volt, mint a második anyám. Aztán akkor elszólította őt, és én újból egyedül maradtam. Talán ezért volt olyan könnyű elhagynom Sifina otthonát, amikor a barbárok fenyegették a városunkat. Kilgor gyilkos hordájának pusztítása még túlságosan élénken élt az emlékezetünkben, így mindannyian összcsomagoltuk legbecsesebb javainkat, és útra keltünk. Rendben is volt ez addig, míg válaszút elé nem értem, és igazából meg nem vizsgáltam az elveszett reménytelen kifejezést az emberek arcán, és rá nem jöttem, hogy mindez rossz. Miért hagyjuk el otthonainkat olyan könnyen? Azért, mert Erházia lerombolása óta hajléktalannak éreztük magunkat? Vagy egyszerűen csak gyávák voltunk? Felkiáltottam. Miért hagyjuk ezeknek a banditáknak, hogy ők irányítsák az életünket? Mielőtt tudatába ébredtem volna, magamra vontam mindenki figyelmét, úgy, hogy mondanom kellett valamit, különben teljesen bolondnak néznek. Hozzátok hasonlóan én is elveszítettem mindent a leszámolás során. Ez... lendítettem körül karomat a minket körülvevő tájon, nem a mi otthonunk. Akkor minek harcolni érte? Hallgatóságom rövid pillantást vet egymásra, azt találgatva, olyan miről beszélek.
De ha nem harcolunk érte, mi marad nekünk? Sosem lesz otthonunk, igaz? Meghajolhatunk, mint bárki más, vagy szembeszállhatunk a káosszal, és megsemmisíthetjük. Mielőtt még az semmisít meg minket. Rólatok többiekről nem tudok semmit, de szeretnék valamiféle értelmet, nem valamiféle rendet életem hátra lévő részében. Hát konkrétan ennyi volt, amiről nem beszéltünk. Mi van te gyerek? Semmi. 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 Jó, egyébként hárdon vittem ezt. Ez most hárdon van. Meg tudom mutatni fel, hogy hárdon van. Küldetésnaplóban semmi nincs, ezt majd később majd felolvasom, most nem nincs. Kezdve szorakozni. Nem tudom, hol vannak ezek a izék leírva. Küldetés információ. Figyelj, hard. A térkép nehézsége normál. Fél, ezen a normál szinten. Én pedig játékos, pedig maga hard. Hopp, nincs előnyök. Emlékszem mindenre. Mi a kivált fasz? Csapatok. Megfagytam. Dick, ennyi ellenség van. Fé, Emília. Csapatok. Nem tudom, mi ezek egyébként a színek. Na jó, hát elmondom, mi van. Ez a figyelj a mi hősünk, tudod? Laprend mágia, de mindig is együtt van bent a valamilyen fej. Túl jó. Nézzél már valami tévét addig. Hagyja már a felvételt. Mi nem tévéhez nézlek? Nem minősítő valamilyen szinten. De mi az, hogy oda néztem azt a hangfalat? A törpék egyike dobja zsákját a földre és fölhajol, és előhúz egy régi csorba fejzét. Más menekültek hasonlóképpen előveszik fegyverüket a podgyászukból. Észreveszed könyörtelen tekintetüket, mint a végső harcra készülnének. Nos, hol kezdjük, kislány? Kérdi a vezér. Itt lent a lába közepe fele. Ott kezdjük. Na mi van, semmi nincs. Aztán megtámadnak. 500 TP-t szereztem. Fél, még 500 TP-ke a szintlépés. Mit szólsz te ez? Megint szöveg bassza meg. Ártalmatlan csoportjának tűnnek, és lelkesedő beszélt követően erről lépnek, hogy kezet fogjanak veled. Egyikük levesz egy övet, te legalább is azt gondolod, de mint kiderül, ez egy paritja. Belefáradtunk a menekülésbe, csak egy hazát szeretnénk, egy olyat, amit nem lepnek el a barbárok, mondta a fejezetek vezére. Igen, mondta egy másik, egy olyat, ami nem fog semmivé válni. A fejezetek másodpercek belül megállapodtak abban, hogy csatlakoznak hozzád. Nagy duma a semmiről. 15 fejezetbe jött. 500 arany. Plusz 20 sebzés. 600 arany. 4 kristály. Le kell még vennünk a Longorton nevű várat. Tekerek egyet. Piros, zöld, narancs, ú, bazd meg, hát nem semmi. Ennyi ellenség van, mit szólsz hozzá? Kiveszek fél parasztot. 36 paraszt. Hopp, tessék. Mit mondasz? Nem csak azt fogom mondani, hogy ez jellemző, ahogy végig az iskolában, ja. Még rossz idő van. Jó, figyelj, szóval néz ki egyébként. Emil fél balna itt, itt meg szőke. Hopp, már fél tudok varázsra kölle a varázs, mit szólsz hozzá? Varázsló szintjének megfelelő sebzés okozott szélsereinek ez a varázsló tizonában áll. Adok neki. Lement egy. Teli nyillal. Törpe úrra ide jön oldalra. Ezt majd a később elintézem. Lement egy. Felrangod. Ezt fél felszúrom, vasillára húzom. Fú, a kinyír a minket. A szép út. Szép nyugodtan ráérünk még. Hoppá, kétszer kettő palasz lement. Hát ez kemény egyébként. Szintlépés a ránk félne már. Egyre jobban esik az eső, nem figyeled meg? De. Meg legalábbis össze-vissza. Nem, hogy kiesi magát, az utalba marad. Hát nem ilyen. 21 dühöngőt leveltünk. 700 arany. 600 arany. 500 arany. Helyes, mindig vártuk az esőt, most a legrosszabb. 2000 arany, egy bármelyik ősebb, egy másodoros kétecséget tanít meg. Az jó. Tudtunk szintet lépni, basszus kulcs.
Hoppá! Bonyta lőjött a semmiből. 9-10-9-9. Ennyit a strandokról most, kincsefés, strandol senki. Az, hogy megszívta a kimos Balatonomban, és szerdán ment. És mondd meg. Múlt héten szerdán. Egyszer se fűdött. Sőt, tovább mondod neked? Aki most ment szerdán, még az se fog fürödni. Mert úgy elhűlt a víz, az nem fog felmelegedni jövő hétese. Szóval nagyon nagy nutri a Balaton, ez az igazság. Nutri. Azért most nagyon mennek a meleg vizes részek. Ne hív is olyan meleg, nehogy azt itt majd megfagytunk benne. Emlékszel nyáron? Az olyan meleg. Igen, nem jön már hátsőtök. Még egy cike kétszer jönnek. Kettő. Ó. Nem mondom a hadsereg, amely odaérek. Várhoz. Nem négy. Az szép. Balaszt jön a segítségünkre, figyelj. Szarizit gyilkolják. A francba. Túl messze út. Ez nem a gyerek békén félzett minket. Öt. Öt. Egy. Látszik, hogy hárdomon a játék, mert már alig bírom levelni ezeket a kiszarokat is. Na nézzük, te figyeld, a mági egyetem. Az oktató azt javasolja Emilia számára, hogy mivel ilyen járatos az alapvarázslás képzettségben, hagyjon fel a kalandó élettel és legyen tanársegéd mellette. Szerinted mit tanuljak meg? Alapvarázslás, alapért mágia, haladórend mágia, alapbűbáj? Alapmágia. Alap, az milyen alapmágia? Olyan nincs? Na nincs. De miket olvastál? Alapvarázslás, alapért mágia, haladórend mágia, alapbűbáj. Mágiát mondtam, ugyanaz van, vele is azt mondtad. Jó. Nagyon haladó lenne mágián, legjobb. Haladó lenne mágia. Második szint. Ja, lehet még többet is tanulni, he. Az jó. Várjál csak. Bűbáj azt mondja, ez... maga mellé állítja, ez 6 meg 7. Alapját mágia is nagyon jó egyébként ennél. Alapvarázslás. Két pont a haladó lenne mágiának, az jó. Ezt nem tudom megtanulni, ezt már tudom. Na akkor még ezt megtanulom, alapját mágiát megtanulom még. Lélekpostát meg tudom idézni, az jó. Na jó. Innen elmondom, mit fog férni, bemegyek a várba, mit szólsz hozzá. Tudsz, hogy több banda ebből. Nincs fő a téz, jó ötlet. Jól hangzik. Befizetnek a várba. Ó, fie, nekik benne vagyok. Először is nem tudok semmit egy hadsereg vezetéséről, még egy olyan kicsiről sem, mint ez. Én csak egy üvegfúvó vagyok, aki tud néhány vadásztrükköt. Amikor elnézek ezeket a törpéket és félzeteket, megértem, hogy ugyannan felélet reményük felém irányult. Elmondanám, hogy igazából nem tudom őket vezetni, egyszerűen összepakolták a fegyvereiket és elmenekülnének. Miért harcolnának, amíg én biztonságos helyet keresek, hogy ott várjam ki a csata kimenetelét? De hát nem látják, hogy nem vagyok vezér. Azt hiszem nem. Mindaz, amit akarnak, amire szükség van, egy vezér. Valaki, akiben hinni lehet még akkor is, ha az egy üvegfúvó lánya. Nos, akkor mit tegyek? Menjünk be a várba, azt tudjuk. Na, csíve, elég sok fél 27 van a félszedetből. És én mindig első szintű vagyok, nem igaz? Van 6 darab törp, hát ez túl jó. Ez túl jó. Bement kettő, ajaj. Kügeec. A francba. Itt az nem fog menni, kinyílek Emilia. Ez túl jó. Menjünk erre fele, nem tudom, hogy tudom bemenni, mert azt már elmondtam. Én nem hiszem a... talán úgy gyengék. De egy dobástól így kifekült, nem semmi. Van még egyszer. Ha feltütöttem viszont. És mivel felhúzni az erősátor, nagyon már szépen az emberekkel. Azt, hogy 100 000 forint egy erősátor. Hát igen. Sprint. Szóval meg nem hiszem a... megdöglök. Nem bőgod, hogy ebben kipusztulunk. Addig rodérek. Nézzek. Nem adjuk fel olyan könnyen álmeszt egyébként.
Szóval szép, hogy az egy hardomon, azt már nem lehet patchen a játékot. Na várjatok. Ment kettő. Ide a keli. Tőle nem védelmetem. Most már zsobál. Mert 22 ből az elég sok egyébként ebből a félszeletből. Parasztnak még 3 piárás. Marok. 19 az. Nem ment 3. Még hónap kijönnél, csak nem kell, de várj már, jó. Mondjad, nem jövök ki hónap. Hogy mondj, elmondod, ha még azt elmondod egy. Jó. Akkor még az be lehetne fejezni azt a magasat. Meg minden, és akkor utána pedig én meg sütögetnék nektek kópáckát. Nem jövök ki, megmond, azért jöttem ki ma. Grésütő. És szeretnék egyébként elmenni a rohadt faszkalapot megkeresni most már holnap. Akkor keresed meg, amikor... Hát mikor keresem meg, szombaton? Nem szombaton, hát hanem akkor meg 5 héttel ezelőtt. Jó, előtt is voltam már 55-ször. De nem kerested 3-kor tápászkot, akkor nem lesz. Fejezd már be. Ő meg nem tud írni egy SMS, azt akkor én meg a hibás emiatt is. Na, erre itt. Ezt már kinyírom most, nem? Ment 2. Lehet 4. Minden remény van a paraszba. Na, ja, azt nem kifogytunk a... 4 HP. Van még benne egy pontom? Van még 2 lövés esélyem. Lélek pajzs neked. 2. Jó, 1, 3, 6, 6. Kifogytunk a munícióba? Mi van, fél egy lövésem? Volt egy. Ennek ennyi volt. Hát én... Már nem tudunk tovább harcolni. Az kifeküdt, ajaj. Hű, még ebben ilyen rengeteg van. Szuskulcs, ez túl sok. Tűz. Ment egy. Az jó volt. Ma 22. 6-5. Csak 2 ment le, nem semmi. Alig bírjuk oda elmenni. Oda megyek most már. 19. Te mocsok. Az szép volt. 3. Elintézem ezt nagy ide. Hard. Látszik, hogy hard. Szintlépés, ami van már. Talán sokkot kaphattam, mert alig emlékszem valamire e város megvívásából. Amint a csata véget ért, az eszmélet is visszatért. Egy olyan erős, félelem hullámmal egyetemben, hogy futva rohantam a legközelebbi bokorig, ahol a gyomrom tartalmát kiüngyíthettem. A csata maga a pozlom. A haragos kiáltások, a fegyverek csattogása és mindenki olyannyira buzgó, hogy csak mást megölhessen, az egész oly tömény feszültséget volt a levegőbe, hogy az ember a saját gyomrában érzi azt. Nem akarom többet ezt csinálni soha többé, ám nem vagyok éppen olyan naív sem, hogy azt képzeljem, a martalócok, akik fosztogatják ezt a földet, ezután végén hagynának. Messze van még az idő, amikor bármelyikünk is megpihenhet. Na nézzük, mi van a várba. Első figyelt város, hát felhúzom. Kapjuk a maximális pénzt. Na mi van még itt? 14 félszerzet. Ezt kiveszem. Ezt egyébként ismerjük valamilyen fel, hogy a tutoriálból ezt a népet. Hoffi elmozdítás, eloszatás, homály. Ezeket mind tudjuk. Nem sokat érnek mondjuk ezek. Na jó. Yes, bánja nekem. Fa bánja nekem. Tudom azt, hogy kell az eső, de én utálom az esőt. Hát kiszerelték egyébként az esőt. Sokan. Sokan már. Nincs egy kocsmánk. Az túl jó. Gólem gyár. Az szép. 500 arany. Veszek egy hős, mit szólsz hozzá? Hoppá, figyeld. Kapunk pénztől le, ez nem rossz. Aha, rend. Jellegű, ilyet mágiás. Egy nemes kell nekünk, mert nő a lényszabot, meg ízni kapunk pénzt. Túlzó ötlet. Még 7 paraszt.
húsebzés, nem tudunk erre menni, azt hiszem. Babomhe. Van már két fabányánk, ez túlzott lett. Júj. Óriás mágus, ez 6 meg 2. Betetted a tökös fatyot? Be. Majd itt azért finomság, az, hogy tudnak mászkálni. Ez túl jó. Élő ezt. Rohadt anyja vassza meg. Vissza kell mentésre menni, hogy ne mászkálnak úton állok. Nézd ezt. Törpe bánya. Sedik a hüst. Szarba. Semmi értem az egésznek. Nem jó azért, ezért tudnak mászkálgatni, neked van tűdeni. Franzom már. Két pont. Ne rám fog támadni, nem hiszem el. Ó, ez is szarakodni kell, nem igaz. Fejt nem tudok más mondani. Gólemgyár. Aha. Van fész üreg. Megint nem igaz. Más városokból is tódónak bemenekültek Longtonba, hogy oltalmat kapjanak. Bár befogadok bárkit, akinek segítségre van szüksége, parancsot adtam néhány kapitányomnak, hogy kérdezze meg ki mindenkit a három hadóral kapcsolatban, aki a környéket rettegésben tartja. Ugyanis tudom, hogy ahhoz, hogy megnyerjek egy csatát, először ismernem kell az ellenséget. Egy család érkezett arra a területről, amely a barbár Gurt ellenőrzés alatt áll. Gurton brutális és nem túl éles elmélyű alakként jellemezték. Szemmel láthatólag átviharzik a falvakon, miközben mindent felperzsel, még a gabonatállókat is. Azután dübegurul, ha nem marad mit kifosztania. Haragját időként a parasztokon tölti ki, amikor leissza magát, és ez minden este megesik, azt állítja, hogy ő kidugort trónörököse és az új barbár király. Ostobasága és korhelysége ellenére Gurt még mindig képes számos harcost a seregébe csalogatni. Ebben van az ereje, a sokaságban. Nos, bár barbár király akár nem, ha nem én támadom meg először, fejtenül be fog vonulni erre a tőzre zsákmánykedesre. Bölöcsém. Ma egy köpcös idős törpe lépett velem kapcsolatba, először azt hittem, menekült, mint a többiek, de aztán megfigyeltem izmos karjára és kérges tenyerére. Bár nem hordott fegyvert, elmondhatom, hogy ez az ember hozzá volt szokva a háborúhoz. Mi a nevet kérdeztem? Tari Orpcsplitter. Feled a törpe, és téd Emilia. Csak Emilia. Gondoltam, hogy te lehetsz. Azt mondták, te vagy az, aki szervezi ezt a siralmas társaságot, mondta. Én vagyok, válaszoltam. Akkor bizonyára tudni akarsz arról az úri ruhában bújt az emberről, Lordról, már új egy hete figyelem őt és harcosait. Lord, Lorn. Egyike volt az úgynevezett báró, akik gyötörték ezt a környéket. Senki sem hitte róla, hogy valódi Lord, de még mindig nagy veszedelmet jelent embereim számára. Mit tudtál meg? Kérdeztem, megpróbáltam nem elárulni, hogy ez az egyetlen nagyon fontos hír, amit egy ideje hallok. Az embered jól ügyel birodalmára, de ami igazi hatalmat adja neki, az a gazdasága, zsebei aranytól súlyosak. Csak ezért. Mindez igen fontos. Sok mindent tehet azzal az arannyal, és hajlandó is elkölteni. Nem titok, hogy nagyra tör. Nem érdekelt abban, hogy bárki is megoszta ezt a földet. Na faszomat. Spint.
fél század üreg, az nekem majd kell. Gólemgyár megvan, az nagyon jó. Aranypavilon, hát Ginit veszek, mert az tud lőni. Papi, könyvtár. Jó, tekerek. Most ilyen rám másztok, mit is. 23, fél szeret, az jó. Gólemgyár, az jó. Hát azért megküzdünk. Néhány gólem. Gólem az jó egyébként, mert azok nem tudnak. Túl erősek, figyelj, van már tudtunk. 22 sebzés. Csak ott veszte, hogy ez túl jó. 1-2-1. Tűz. Semmi. Elmondom, mi lesz. Lélek pajzs neked. 39 HP. Nem semmi, 50-es. Túl gyenge. Lassan lépünk, szinte a baj. Bucs. 42. Húz bucsíkot. Szép azért. Hullik a férgese? Na. Hogy megsült, nem semmi ütéstől. Egy gólem halott, itt figyel. Na, szintlépés végre. Második szint. Ja, most csak első szintlépés, ez túl. Alapbűbáj, ezt nem érek el. Haladó varázslás. 20 varázspontot, plusz 4-en növekedik naponta. Az jó. Ez kell. 6 darab gólemet tudok venni. Tessék? Te ettél pedig két aszontad. Azért jövök ki, hát nem két nagyot, két kicsit, de ettem. Na, a fenébe váltal kukrot és az sincs. Miért? Hát az már butkó se volt. Tudom, de azt hiszem, valahogy tenni. Jó, mennyi pénzt kérdez ez. Túl jó. 12, ajaj. Ginny nem lesz ugrátom drabig. A játék bazasszal annyira kevés pénzből, na nem tudom mi ez a hülyeség. 2400-on van, azt annyi. Csinyi ezt, olyan jó. Beszadás, fosás. Kocsma. Kell egy olyan hős, ami tud pénzt adni. Ez jó, fél long botond. Csak azt mondták, most nem csinál semmit, csak fekszik az ágyba. Hát azt mondja, hogy én nem is hallottam, amikor mondta, hogy nem akar beszélni senkivel. Ezt mondta? Hallottam, amikor mondta. Hogy beszélj már, nem beszél ő senki. Nincs kérde, nem akar. Nagy mondok az is. Aztán jobban vagytok pedig. Steiner néve a srácok, vagy ennyit. Nem, de hát én mondta a haps, hogy hát mentek valamit. Felöldem aztán. Húzol is annyira. Van azért, futja azért pénzre. 63, hát van törpe is egyébként, fél van 10 aranygólemem. Nem rossz azért az. Figyelj meg, egész nyári ilyen esős lesz. Olyan szalnyán lesz, mint ezek nekem megvannak, igen. Szenszó is megvan. Halálrendű lénya. Az ember elkezd a tetőt, az kifog egy ilyen. Ezt mondta neked nap is egyébként, emlékszel? Ezt mondta, tudom, megint. Na, ezeket leverem, nem tudom hogy. Hát csak. Nem ez kell, hanem ez kell, hogy. Ezer, hát az itt fog kapni pluszba, plusz a parasztokat. De melyek azt feltétlenül a környéket? De játő persze. Hoppá, fél futja itt izére. Itt egy gyémánt rakás. Parlagon. Csivi, Efriti. Villámmadár, az túl jó. Kéne most James. James Bond. Nem vagyok James. Szó, acsém. Soha nem egy kicsit énekel, mi van te a hülye? Ezeket leverem, geci. Geci, te hol de? Ki az óriás kard? Hárommal csak, hát nem sokat ér akkor. Csű, 2-2-2. 85, az túl. Lassan növekedik az erőnk. 25 pontom viszont van. 24, 2 növekedett a izink. 24-23-24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 
nyugodtan szorgozatok meg egy 25 HP. 25. Ajaj, megindult a felénk. És ebből semmi nem ment eddig le. 58 HP. Csíget. Gyere. Megfingatlott igen. Fú, nem igaz. Nincs benne pedig olyan sok, de mégis. Mindig 36 HP néznek ezekbe. Egy lement. Ki akarok egyszer csalmas hüssünk főzni, már jó lenne. Én úgy szeretem, mikor itt vagy, amikor főzünk. Jaj, de jó nekem. Hogy nagyon velnek, nem hiszem el. Sajtos grillkolbász, meg csilis grillkolbász. Egy lement. Olyan, egy törpe van. Jó. Aha. 26 HP. Te is szereted, uborkodni. Szeret a franc. Jújjújjújjújjújj, szóval gond. 77. Ajaj. Ezek nagyon vernek minket. 37. 77. Bazza meg, elnyomtam! Na jó, ennek annyi. Iuuu. Nem mondtam, hogy egy felvételről jött. Micsodát? Bazza meg, elnyomtam. Elnyomtam. Elnyomta. Francban viszont már. Na, ennek annyi lesz. 55. 10. Na, ez jó. Hova fussak? Véj meg, gólem! Jaj. Te most csak, vagy csak. 47. 55. Csű, figyelj, hogy néz ki. Ez nem volt durva. 8 vertem le, az ekkora veszteséget szenvedtem. Szintén is nem jár. Kis pénzre alszottunk csak. Hosszú kard. Szép, valaki megölte egy gazdag kereskedőt, itt hagyta őt az út közepén a hátában egy hosszú karddal. Elvezet a kardot és megvizsgálta. Semmi utalás sincs arra, ki is tehette, de a kardnak semmi baja. Így úgy döntesz, megtartod a gyilkosnak. Nincs semmi nyoma, többet már nem tetsz. Közel az a támadás a védemenő 3-mal. 10-10. Hát igen. 7 az arany, az jó. 4 fa. 300 arany és 6 fa. Hé, az jó, az jó. Pont gems kell. Ott is van gems, az jó. Lenne Ginink, akkor az jó lenne. Gin nagyon jó. Be! Ne ragd már a büdös lábadat! Csak csodakom magadnak a tét akkor, ha szerencsétlen. Ide jössz vakaróz, jön, mert nem a feneket vakarod. Jaj! Jó kifontozó tapám, bazd meg! Tennap, ha nem mondtam volna, amikor sétáltuk, hogy ne jöjjünk ma, mert... Ja, jó van már, ne rikácsolj már, mint egy... Na, ide azt a tévé, de gyorsan! Te meg a hülye! Te nagyon hülye! Na lássak te szerencsétlen azért. Nem működik a tévé, hogy mi a taszomban. Milyen hát nem is kapcsolatom én van. Álljál már. Mi az, hogy nem működik, ma este próbálom. Álljál már. Tudok magyarázom, semmi gond az éjtel. Dumász. Dumász már. Dumad ezen. Dumad ezen. Dumad ezen. Dumad ezen. Dumad ezen. Dumad ezen. Kövön, bazd meg. Halljál csak. Várok, hát meg se szólalt. Vol. Szörsz. Igen. AV. Valamelyiket, egyiket. Halljál már, most nem arról van szó. Magyarázom már itt bele a izébe.
Nyolc adás? Nyolc adás? Gyönyörű, szép kép. Úgyhogy akkor mire vár? Hát bútol a házat. Mit csinál? Bútolak. Na mit jelent? Mit jelent ez, hogy bútolak? Gyorsan kérem. Tessék. Gyere, mit akarsz nézni? Ez jó lesz. Ez a sorozat? Én nézem, mi a itt. A saját két kezemben hagytam neked. Szálljátok el! Menjél már, bázd meg ezt szart. Na nézzük, mi van itt valamilyen fejek. Hát kérlek. Ja, ez a hajó, az jó. Ott lenne fent valami. Állj meg, ott valami, ez James van. James Bond van. Hol van az árpiak? Vaj! Micsoda? Ja igen, ja aztán. Micsoda? Jobban esik, nem tudtam miről beszélsz hirtelen. Jó, ezek rám támadnak, geci. Aztán! Nagyon maradok. Maradnék itt. Hát ebből Jamből pont nagyon kéne, hogy most lehisztom meg, akire ez a csávó. Ezt tud varázsolni messziről. Van 5-6 benne, olyan villámcsapás küld és összeadódik. Tehát ez a király benne. Csak horribilis mennyiségű összeg kell hozzá. Ennyi ellenség a spot képe. Úúúú. Tessék? Akár 10%-ról be fog jönni, hogy ellen vár semmit, menjünk haza. Na nem, te is toljod meg. Hát hogy ne, el kell mosni a izéket. Én mindig nem szoktam hozzá az ütközethez. Remélem, sosem kell hozzászoknom az erőszakhoz, és azt mondogatom magamnak, hogy egy olyan időszakért harcolok, amikor senkinek sem kell közelemben meghalnia. Annak ellenére, hogy irtózom a háborútól, rá kellett ébrednem, hogy szükségem van arra, hogy jobban szervezzem erőimet, mielőtt még szembe találom magam valakivel, aki valódi vezetőképességgel rendelkezik otthon, Erátiában. A alkimista varázsitalos üvegeit rendeztem el, akinél a családom dolgozott. Minden üvegcsét kategorizált kellett, rendeltetés, ültadalom és szín szerint. Amint tegnap este vacsorához ültem, azt kívántam, bárcsak fel tudnám használni azokat a képességeket, hogy seregemmel ütőképesebbé legyen. Hetente dobózok újabb harcosokat, de a tapasztalatlanságuknak köszönhetően mindig ők a gyenge láncem. Észrevettem, hogy veteránok azon vannak, hogy a többi veteránnal egyenek, aludjanak és gyakoroljanak, miatt az újoncok magunkra maradnak. Úgy vélem, arra van szükségünk, hogy különálló egységeket és nagyobb hadsereggé formáljuk. Minden 6 vagy 7 újoncnak szövetkeznie kell egy vagy két veteránnal. Így módon újak tanulhatnak a régiektől. Na, nem érdekelünk a hülye duma. 3 drákő. Plusz a drákő jó. Mennyi kéként a dzsinhez? 6 kell hozzá? 12. Az túl jó. Legalább már megvan. Még 3 drákő. Taktika. Alaptaktika, plusz jösség, plusz két mozgás. Most tudjunk innen, arra a szaránk fog támadni, az a mocsos. Fi ellenses izé. Itt kaphatsz egy küldetést. Jó, hogy voltunk túl valamilyen fit ellenség. Oh, meg aranybánya. Ajaj, kutya szép fej. Nem tudom. Amint e szerény hajlék ajtaján bekopogtattál, némi útbajosztatást reméltél, bárki is lakjék odament, de hogy az ajtó kivágódik egy hatalmas nagátalázatú oldalon. Ne félj, szólt hozzád, nem foglak bántani. Köszönöm, csak annyit reméltem, megtudhatok pár dolgot a környező törtekről. Hát ez megoldható. Amúgy észrevettem kicsiny hadseregedet. Egy félszeret. Ha segítesz megoldani egy apró problémámat, talán budomban állna viszonozna a szívességet. Mit szólnál ahhoz, ha 8 nővéremmel egészíthetnénk ki csapatot? Te nosznaga? Jól hangzik? Ó, bárcsak megtehetném. Mit kívánsz tőlem, mit tegyek? Kérded? Izgatottan.
Hallottál már a megroppant erejéről. A fajtájukban már néhány is nagy nyereség volna seregét számára. A közeli kereskedelmi állomáson szoktam eladni a szőtteseimet, most azonban néhány medúza állja el az utat. Ja, itt vannak. Ha segítesz megnyitni az utat előttem, rá fogom beszélni a nővéreimet, hogy csatlakoznak hozzád. Szép. Akkor hát megállapodtunk? Válaszolod. Totik van szó, itt állatni. Jó van, ma meglátjuk. A disznót legelézik. Hoppá, fia fa. 700 arany. Az is jó mágusoknak helyisége. Azért figyelj, van már 7 gemsünk. Elmondom, itt fogunk csinálni, hogy meg kell sürgetni valamilyen fel a dzsineket. Harmincöt, 23, 12 van. Ez jó. Pont 12 kell, még egy napot kell várni, azt meg lesz. Választógom, tudod a csatorna lefele, felfele, ott oldalt. Nem tudom melyik az. Jaj, milyen lepődök meg, semmit nem tudsz. Mindig ugyanaz az irányító. Na jó, ugyanaz, én is hasonlít rá. Felfele, meg a lefelé is kell. De mutasd melyik, ezzel az ujjamat. Itt, nézzük ide. Ez a felfele, lefele. Hol? Mutasd már még egyszer. Ez? Ez, meg ez. Ez a, ez, a felfele, lefele. Ez, meg ez, a körnek a felül? Igen, igen, az a kettő. Nem értem. Mit nem értesz, mondd már meg. Felfele lehet, azt nyomosod, az annyi van. Balatoni nyár, azt akarom nézni az egyesen. Hol van az? Szart. Szép fel elkezdi mondani, hogy jól nem fog itt esni, ez már is át. Keresgesed, rájössz. Na. És mit kell mennyom a középen, azt az egyet? Nem, nem kell nyom semmit. Rám és azt akkor be is jön magától. Hazaficzenek. Nem jön be semmi. Nem baj, úgy marad akkor. Eljárcsok, eljárcsok. Idegesítő vagyok? Hát eléggé. Nem jön be semmi, Maki, gyere segítség. Lapozzad lefele meg felfele, azt majd lesz valami. De nem lesz semmi, bassza meg. Bassza meg, bassza meg. Ennyi egésznyi pénz. Idag zsint. Ó, bácsok. Jajjajjajjajjajj. Jó, és nem jön be. Van 3 dzsinünget, az jó. Hú, és sokba kerül, bassza meg. Egy semmi nem jön be, tessék. Még van tanulja a hülye. Ó, bassza meg. Ú, pedig ez ugat volna. Ja, az nem dzsini. Hova menek, üljek. Egy gondolom, mint oldalt. Ez rendoltár, ezt ne hagyjuk. Csicskával. Egy csávó, fogadó be át keresztbe. Adja meg engem béké, mit érdek a tévé? Lapozzon, azt majd találsz valamit. Lapozgatom és mégse jön be, tessék, nincs kártya behelyezve. Hát akkor ennyi van. Szarakodsz te itt. Tessék, nincs kártya behelyezve. Okay. 1100. Basz, nem sok pénzünk van a vaszomat. Csóliságban a gépmekőbe fejlődik. Hoppá, fél kettőt kaptunk. Tudom, mi kell, majd fellegvár. Igen. Tudod, úgy állunk. Ez a kedvenc. Két tűz, az kevés, ez a baj. Ah, de nagy szar. Várjál csak, mi van itt? Ajjaj. Ajjaj. Fél csoportnyi. Számos. Jösszük a lementés, ami meg érzin inkább az, hogy a faszom fog ide szórakozni. Ott is néve villámmadár, az meg. Már most mutatni van bőle. Ráállítottak, hogy eszik. Nem tudok, erről kettő jól ebbe a pályába, olyan rohadt sok van. A Balatoni nyár az egyesen, azt akarom, hogy... Kökönnyűk azt a négy ízítőbb, az meg.
Ó. Ez a 4. Ki kéne jönni még azt a maradékot, ami van. Ötszázötven. Ki kell venni a mindent, mert van ödör, az már azért elmegy. És kell egy kis idő félverekedni egy kis utcosért. 2. Számos tündérből bazd meg az anyja. Köcsögit. Hű, bassza meg. Második szintű emlírja, nem akarsz helyen fejlődni. Ezt kap ki. Hétcsapás. 12-re ment. 21 HP. Parasztnak annyi jót. Hoppá. Szép négy mat a 23-ban. Kicsú. 13. Te mocsok. 3. Hüja! Jó, hogy itt nem kurogatják. Meg bosszulnak mocsok. 6. Az jó út. 95. Ah, szintlépés jó. Alap. Varázsadomány. Rendmág. 25 szeket emelkedik. Védekezés. Inkább erre lépünk rá. Geci. Ha jártunk az egészen. Nincs az abban semmit jól, ami effek. Nem tudunk erről kettőre lépni. Old Gem, az jó. Olyan kis pénz ebbe járt, hogy bazd, nem így is tű. 400 arany. 8 ilyet fiat Balázsokról. Már tudtuk. 36. 12. Tű, van meg. Kincstár fiat kéne. Hetenként 10 extra arany. Hát nem menne hülyeség. Jön még egy hőst. Össze meg a kurvanya. Amint azt figyeltem, hogy néhány veterán átfutja az újoncokkal a reggeli gyakorlatokat, egy tagba szakadt törpe közeledett felém. Néhány másodpercre beletelt, mire eszembe jutott a neve. Taj, Orcs Pitel, aki a szar, igaz? Igen, mondta, a harcosokat tanulmányozta, aztán bólintott. Nem rossz ötlet igénybe venni a régi harcosok segítségét az újoncok számára, elég sok időbe telt, hogy rájöjj. Minden erőfeszítésem ellenére sértve éreztem magam megjegyzésétől. Megteszek minden tőlem tehetőt, mondtam, sosem állítottam, hogy hadvezér vagyok. Igaz, igaz, de akár tetszik, akár nem, az vagy kistány. Eddig szerencséd volt, de a saját tapasztalatlanságot sok ember halálát okozhatja, mondja Tarj. Mit válaszoljak erre? Úgy tűnik, mintha Tarj tudná, mitől félek leginkább, mintha tudná, hogy az éjszaka sötét óráiban izzadsággal átitatott hálóimet ébredek. Hallgass magadra, kislány, mondta Tarj. Azt hittem, azt mondja majd, hogy álljak félre, és én meg is tettem volna, megkönnyebbülés lett volna számomra, ha megszabadulok a felelősségből, és újra az egyszerű régi emírja lehetek. Vegyél magad mellé egy veteránt, valakit, aki tud valamit a háborúról, kér segítséget, mondta Tarj. Ránéztem a törpet dúlva kezére és élénk szemére. Én azt mondtam, szükségem a segítségre. 4-et kiszedtem. Verüli valamilyen fel ezt a bandait szart, és akkor lenne nagánk. Sempőbb, talán megmondom őszintén. Tekerek. Húha. Megyek nagy íbe. Olyan. Csak ki kell játni. 10-10-10. Hát ez egyszerű. Hely, semmi nem ment le, bassza meg.
25 3. A franc. Hát egyesem, nem? Igeci. Meghaladunk, faszom. A 9 nega nem lenne rossz, hogy éjjjön nekünk. 5-től lépnünk egy szintet egyből. Nem tudok semmit. Megvédett a királynőm. 3. Hát ez van. Eső van, aztán nem jön. Aha, 5. Íj, a dzsinem, baszd meg! A rohadt szemétek, keci, nem hiszem el. A legfőbb belünk a dzsin. Azt kinyílják ezek a szemetek. Kilenc, tíz. Béke dolar, hagyjál már meg. Egy. Majd én figyeld. Hopp, véged a neked. Egy. Véged a neked. Hú, ti valami elfek. Ez egy Carl Junior mondjuk. 30 lejleveltünk, fél játékos tűkiz megsemmisítve. Na ide a nagáim majd rögtön. Azonnal de izibe. Szü... Tényleg? Mi a nagámmal? Amint feladod a nagának, hogy megtekintse az átlad megölt medúzák fejét, több pár karjával is riadtan eltakarja a cápját, megszólal. De hogy akarom le, hogy ki volna kíváncsi az efféle dermesztő látványra. Bízom benne, hogy megölted őket, most pedig akarod, hogy nővéreim csatlakoznak? Hogyne! 8 nága jött hozzánk! Az jó, geci! Bazd meg, ezek jó sok vannak, faszom. Csak telik nyílik az idő. Csak telik a nap, telik, azt nem tudok előre haladni. Öt. Mágus torony. Ide vele. 2-3-2. Nem tudok mennie. Elment egy. Elment egy. Elment egy. Na, jössz, így legelőre voltok. Mostan végeznek ezeket, kinyírom íreg. Ez sokat fogunk játni ez a medúzába. Ó, még írünk, túlszorodott. Na, ez túlszavott. Lesz lövősünk. Ó, tapasztalt rendmágia, jöhet. Harmadik szintű rendvarázsat. És 8-ra meg tudunk venni, az jó. Szerbőszót le kell venni, hogy valamisek. Hű, banda annyi van bőle. 6 meg 7. Nem mágia kell hozzá. 10 darab megvan. 2300. Hmm.
Mik vannak itt? Aha, árpia, banda, számos. Jó, sokan vannak rohadt életbe. Nem kell fogadok hátra menni, úgy érzem. Rábasztunk kicsit, egy cseppet. Fiat rendmágia oldalára, rendmágia oldalára egy rendmágia képzettséget tanít minden adlátogatónak, aki tanulni akar, annak kezét egyszerűen az oldalapra kell helyeznie. Alapbűbáj. Nem kell filmeken tapasztalat, van elég szintűjök. Csak az imenő. Csőről most valamit csinálni is. Mágítszett második szint. Előcsapodás, gyávaság, lassítás. Ezt a szarom itt van. Semmit nem érnek ezek. Előcsapodás, az ellenfél ázsatainak költség duplázza meg. Ó, Istenem. Gyávaság. Szélség három körön át, ez még ugye elmegy. Illetve lassítás. Még ez ugye elrohan. Fél mennyi pajzs. Azt már nem fog menni. Hát nem tudom. Anyádat azt. 13, 13, 8, 7. Kettő, kettő, egy. Pum, a picsa. Fél békedal. Ezekkel már nem segítsz az se. Ó. 33. Állj meg, halálrendű lény. Van egy speciálink, Szenzó. Hopp, elemen 4. Az jó. Ugye nem tudok csinálni. A rohadjál meg, rám mászol. De sokat bírnak ezek menni, nem igaz? Te mocsok. Puff, 4. Puff, szervia a keresztül szó. Puff, levet 1. Azt az eget sok. Béked van neked. Ezt akartam mondjuk. Háj. Ez nem tudjuk, ez nem halálrendű az a baj. Dehogy nem. Az jó. Puff, kettő lemen csak. Ajaj. Húha. 12. 8 lement. Az igen. 1. Béked van neked. A francba. Nem lehet. Remek? Illúzió. Na hát az jó sok. Kipusztulunk egyszer. De... Véd meg! Szameg, nem hiszem el. Visszajutott az a... Tudnánk pedig ti valamilyen fegeteket verni. Na, ez azt a szart nem érsz. Béked van neki. Fiasz, Szenzó. Hát nincs semmi, nincs hatás ennek. Tizenkettő. Na jó, hát jó bosszantó. Hát azért bosszant, mert azért jöttünk, hogy meccsig a... Jó, jó. Jó. Nyolc lement, szar. Igen. Békedal. Ott kapcsolt azt a piros kapcsolót, hát ott van az a elosztószerűség azt.
A szép szabot. Nyom ki! Félek, mitől félsz? Megüt a buta maximum. Téged, engem nem? Jaj, de kedves vagy. Na jó, elég volt ebből a nyomorköbömből itt, amit van. Ne legyél már ilyen.